gyönyörű angliai őszi időjárás van, ez a derengő szürkeség, és úgy döntöttünk, hogy elmegyünk sétálni egyet a csajokkal, Dani majd csak hátra dolgozni. Úgyhogy megyünk sétálni, amire már rajtam, Ancsi meg Dani most veszik a cipők, és indulunk. Itt vagyunk a garázsnál, és lomolunk, mert találtunk egy csomó mindent. Éppen nézegetjük át, hogy mi az, ami itt kell, meg mi az, ami nem. Egy régi szomszéd hagyta itt, és eltűnt a szürkeségben. Úgyhogy most megnézzük, hogy mik vannak, mert találtunk két ilyen autóba való DVD lejátszót, úgyhogy mindegyik csajnak jut egy-egy, hogyha működnek. And here is Alec to helping us figuring out what sort of things are around here. He also has some stuffs here that he is trying to get rid of, selling them. Oh, look at that! Look at that! We need to wash these. Yes. Találtunk egy csomó ruhát is, olyanokat, amik jó méret, egy csomó minimauzosat, aminek Ancsi különösen örült. Úgyhogy sétahelyett itt lomolunk. És itt van, amire is nézelődik. Igaz? Tök szép, nem? Kézzél! Mielőtt ide költöztünk Angliába, azt hittem egyébként, hogy utálni fogom az angol időjárást, és az az igazság, hogy imádom. Nincs hideg, ilyen szürkeség van, de megvan a maga romantikája annak is, amikor ilyen ködös az idő, és ilyen szép színesek a falevelek a földön. Úgyhogy nagyon szeretem, és nincs olyan hideg, mint Magyarországon, nyáron nincs olyan meleg, úgyhogy szeretjük. Dani maradt Aleknak segíteni visszacucolni a garázsba, mi meg a lányokkal lesétálunk egy kicsit a tópartra, itt jön mellettem Ancsi is. És hát nagyon jó napunk, mert már csomó mindent csináltunk. Amirának meg most találtuk ezt a gyönyörű hajpántot. Mit szóltok hozzá? Milyen csini? Na, jössz, menj el. Bád. De ezt már sose fogjuk megtudni, hogy mi ez a bád. Mész, menj el. Anya. Anya. Anya, kuka. Nem. Hát ez egy kuka egyébként, igen. Nem. Nem? Nem kuka? Kifejezetten jó idő van, egyáltalán nem fúj a szél, és olyan kellemes idő van, szerintem olyan 15-17 fok lehet. Mit tudom én. Ja, 15-17 azért lehet, hogy túlzás, de nincs hideg. Elhoztuk Kárt is sétálni. Sétál a baba is. Guys. Kyle. Baba. Gyere, papa. Szia, baba. Aja, koko. Menjünk haza? Aja, taka. Aja, taka. Apa, taka. Apa dolgozik? Megy majd dolgozni délután. Igen. Apa, jaj, csak a baba nem szereti, hogyha így legugolok, mert akkor kényelmetlen neki a kendőben. Tudod? Na. És már úton hazafelé.